minden parlamenti képviselőnek, legyen az ellenzéki vagy kormánypárti képviselő, tartózkodnia kell attól, hogy politikai motivációkkal illesse az igazságszolgáltatás szerveit, és tartózkodnia kell attól, hogy az Alkotmánybíróság döntéseit úgymond az ország érdekeire hivatkozva kritizálja. Ha önök komolyan veszik az alkotmányosságot, ha komolyan veszik azt, hogy egy alkotmányos demokráciában a parlament hatalma nem korlátlan, akkor egy olyan megoldást választanak, ami lehet, hogy kicsit bonyolultabb. Lehet, hogy nem pusztán az önök egyszeri gombnyomásától függ a végrehajtása, de talán megerősíti a jogbiztonságot ebben az országban. Ha önök egy olyan polgári Magyarországban gondolkodnak, ahol az állampolgárok, a gazdasági szereplők egyaránt biztonságban tudhatják a vagyonukat, akkor nem nyúlnak hozzá olyan jövedelmekhez, olyan szerzett jogokhoz, amiket törvény alapján szereztek meg magyar állampolgárok. Szeretném még egyszer visszautasítani azt a csúsztatást, amit itt Szijjártó képviselőtársam elkövetett. Mi azokra célzunk, akik nem törvény alapján nyaltak föl magas összegű kifizetéseket. Mi világosan ketté választjuk azokat, akik különböző sundán-bundán menedzseri szerződések, egyedi igazgatósági döntések alapján vettek föl magas összegeket, azoktól, akik a törvény szavában bíztak. Mi egy olyan Magyarországot szeretnénk, ahol a törvény szavára lehet építeni, ahol a törvény szavát a törvény alkotói is tiszteletben tartják. Éppen ezért én arra szeretném kérni önöket, hogy támogassák ezt a megoldási javaslatot, és szeretném önöket végezetül megóvni egy csalódástól. Szijjártó Péter arra is hivatkozott, hogy majd az új alaptörvény megvéd minket az ilyen ügyektől, mint például a BKV ügy, vagy Szilvási György magas végkielégítése. Van egy rossz hírem az önök számára. Önök valóban egy sajátos BKV klauzulát a hatályos alaptörvénybe tavaly nyáron beletettek. Ezt kihagyták az elfogadott alaptörvényből. A jelen alaptörvény nem véd meg bennünket ezektől az ügyektől. Ezektől az ügyektől egyedül a jogbiztonság, az alkotmányosság, a törvénytisztelő kormányzás véd meg. Köszönöm szépen. Köszönöm. Tisztelt Országgyűlés, megadom a szót Ág Péter képviselőnek a Fidesz képviselői csoportjából. Tisztelt elnök úr! Köszönöm a szót. Tisztelt Országgyűlés, tisztelt elnök úr! Tekintettel arra, hogy az előterjesztők részéről Lázár János frakcióvezető úr már részletesen reagált a vitában a véleményünkre. Csak arra szeretném ismételten felhívni képviselőtársaimnak a figyelmét, hogyha egy olyan utat szeretne választani, amely megfelel a társadalom igazságérzetének, és egyben összhangban van az Alkotmánybíróságnak a döntésével, akkor ezt az előterjesztést támogatnia kell. Tóbiás József képviselő úr beszélt arról, hogy sokan felhördültek, amikor ez az indítvány ide került a ház elé. Én azt megértem, hogy az MSZP-ből nagyon sokan felhördültek, hogy fizetni kell, de igenis fizetni kell. És ennek a módját próbálja meg ez a mostani módosító javaslat szabályozni. Hogyha önök ezt elfogadják, akkor megfelelnek annak az igazságérzetnek, amit az emberek elvárnak tőlünk. Az LMP indítványa már szó volt róla, visszamenőlegesen kívánja a jó erkölcs kategóriáját rendezni. Ilyen úton nem haladhatunk. Az egyetlen jó út az általunk benyújtott javaslat. Ezért kérem, hogy támogassák az indítványt. Köszönöm szépen! Köszönöm, képviselő úr, tisztelt Országgyűlés! Az együttes és összevont vitát lezárom. Tisztelt Országgyűlés! Elsőként a T/3093-as számú előterjesztésről döntünk. Felhívom figyelmüket, hogy amennyiben az Országgyűlés ezt a törvényjavaslatot elfogadja, úgy a T/3091-es számú előterjesztésről már nem határozunk. Arra figyelemmel, hogy a T/3093-as számú előterjesztés kettes paragrafusában foglalt rendelkezések elfogadásához a jelenlévő országgyűlési képviselők kétharmadának igen szavazata szükséges, a zárószavazással két részletben kerül sor. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e a Siffer András által előterjesztett T/3093-as számú törvényjavaslat minősített többséget igénylő rendelkezéseit? Kérem, szavazzanak!
az országgyűlés a törvényjavaslat minősített többséget igénylő rendelkezéseit 75 igen szavazattal, 235 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül elutasította. Tisztelt országgyűlés! Kérdezem a tisztelt országgyűlést, elfogadja-e a T/3093-as számú törvényjavaslat egyszerű többséget igénylő rendelkezéseit? Kérem, szavazzanak! Az országgyűlés a törvényjavaslat egyszerű többséget igénylő rendelkezéseit 74 igen szavazattal, 234 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül nem fogadta el. Tisztelt országgyűlés! Most a T/3091-es számú előterjesztéshez benyújtott módosító javaslatokról, majd a törvényjavaslat egészéről határozunk. A T/3091/9-es számú bizottsági ajánlás harmadik és negyedik pontjaiban szereplő javaslatokat az előterjesztő támogatja. Most ezekről döntünk. Kérdezem Önöket, elfogadják-e a támogatott módosító javaslatokat? Kérem, szavazzanak! Kimondom a határozatot. Az országgyűlés 237 igen szavazattal, 23 ellenszavazattal, 52 tartózkodással a támogatott módosító javaslatokat elfogadta. Tisztelt országgyűlés! A további benyújtott indítványok egyike sem kapta meg a szükséges bizottsági támogatást, de az MSZP kérte a szavazást a T/3091/9-es számú bizottsági ajánlás 1-es és 6-os pontjairól, továbbá a 2-es, valamint a 7-es pontokban szereplő javaslatokról. Az ajánlás 1-es és 6-os pontjában Tóbiás József, az 1-es paragrafusban a törvény 9-es paragrafus 1A bekezdésének, valamint a 3-as paragrafus módosításával azt javasolja, hogy a felmentési időre járó átlagkeresetet, illetve a nyugdíjba vonuláshoz kapcsolódó juttatásokat ne terhelje különadó. Kérem, szavazzanak! Kimondom a határozatot. Az országgyűlés 35 igen szavazattal, 238 nem szavazattal, 39 tartózkodás mellett a módosító javaslatot elutasította. Az ajánlás 2-es pontjában Tóbiás József az 1-es paragrafusban a törvény 9-es paragrafus 3-as bekezdését új ponttal egészíti ki, amelyben az ellenbizonyítás lehetőségét kívánja biztosítani. Kérem, szavazzanak! Kimondom a határozatot, az országgyűlés 35 igen szavazattal, 237 ellenszavazattal, 40 tartózkodás mellett a módosító javaslatot elutasította. Az ajánlás 7-es pontjában Tóbiás József a hatályba lépés időpontját változtatja meg a felkészülési idő biztosításával. Kérem, szavazzanak! Kimondom a határozatot. Az országgyűlés 35 igen szavazattal, 239 nem szavazattal, 38 tartózkodás mellett a módosító javaslatot elutasította. Tisztelt országgyűlés! A módosító javaslatokról történő határozathozatal végéhez értünk. Most a zárószavazás következik. Az előterjesztés imént módosult szövegére figyelemmel, a határozathozatal előtt megkérdezem, hogy a kormány álláspontját ki kívánja ismertetni. Jelentkezőt nem látok. Tehát kérdezem a tisztelt országgyűlést. Elfogadja-e a T/3091-es számú törvényjavaslatot az imént módosított szöveg szerint? Kérem, szavazzanak! Az országgyűlés a törvényjavaslatot 276 igen szavazattal, 36
nem szavazattal, tartózkodás nélkül elfogadta. Tisztelt Országgyűlés! Az előterjesztők indítványozták, hogy az Országgyűlés elnöke az imént elfogadott törvény sürgős kihirdetését kérje a köztársasági elnöktől. Kérdezem Önöket, hozzájárulnak ehhez? Kérem, szavazzanak! Az Országgyűlés a sürgős kihirdetési kérelmet 276 igen szavazattal, 35 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül elfogadta. Tisztelt Országgyűlés, határozathozatalunk végére értünk, munkánk folytatása 2 perc technikai szünetet követően történik. Tisztelt Országgyűlés, folytatjuk munkánkat. Tisztelt Országgyűlés, soron következik a Magyarországon honos népcsoportok felsorolásának a bunyevác kisebbségi népcsoporttal történő kiegészítéséről tárgyban Mújtj Mihály választópolgár által kezdeményezett országos népi kezdeményezés tárgyalása. Az Országos Választási Bizottság elnökének tájékoztatóját és a Választási Bizottság határozatát H/2171-es számon a honlapon elérhetik. Engedjék meg, hogy tisztelettel köszöntsem Hepp Mihály urat, az Országos Horvát Önkormányzat elnökét, aki a helyszínen kíséri figyelemmel munkánkat. A népszavazásról és a népi kezdeményezésről szóló 1998 évi 3-as törvény rendelkezése és az ügyrendi bizottság állásfoglalása alapján a vitának nincs előterjesztője, így expozéra és viszontválaszra sem kerül sor. A vita során elsőként a kijelölt bizottság előadója ismerteti véleményét a napirend szerinti 15 perces időkeretben, majd a kormány képviselőinek felszólalása következik 10 percben. Ezt követően a képviselők élhetnek felszólalási jogukkal,
15-15 perces időkeretben. A vitát követően a döntésre várhatóan következő ülésünkön kerül sor. Megadom a szót Berényi László úrnak, az Emberi Jogi Kisebbségi Civil és Vallásügyi Bizottság előadójának. Öné a szó. Köszönöm a szót. Tisztelt elnök úr, tisztelt országgyűlés. Az Emberi Jogi Kisebbségi és Vallásügyi Bizottság tagjaként tájékoztatom a tisztelt házat, hogy a bizottság megtárgyalta a Magyarországon honos népcsoportok felsorolásának a Bunyevác kisebbségi népcsoporttal történő kiegészítéséről címmel benyújtott határozati javaslatot, és a szavazás eredményeképp megállapítható, hogy a bizottság nem támogatja a Bunyevác kisebbség önálló nemzetiségkénti nyilvántartásba vételét. Ez az első elvallásról látszólag egyszerű ügy meglehetősen szövevényessé vált mostanára annak ellenére, vagy éppen abból következően, hogy tulajdonképpen egy 4 évvel ezelőtt lefolytatott vitáról van szó. Az elmúlt években a kérdés kapcsán felgyülemlett indulatok ellenére bizottsági elődőként csak a tények ismertetésére szorítkozok. A nemzeti és etnikai kisebbségek jogállásáról szóló 93-77-es törvény értelmében a törvényben felsorolt 13 népcsoport körének bővítésére lehetőség van a következőképpen. Ha további kisebbség kíván bizonyságot tenni arról, hogy megfelel a törvényben foglalt feltételeknek, legalább 1000 magát e kisebbséghez tartozó választópolgár e tárgykörben a népi kezdeményezésre vonatkozó aláírásgyűjtő íveken az Országos Választási Bizottság elnökének nyújtja be. Az eljárás során az országos népszavazásra és népi kezdeményezésre vonatkozó törvény rendelkezéseit kell alkalmazni azzal, hogy az Országos Választási Bizottság az eljárása során köteles kikérni a Magyar Tudományos Akadémia elnökének állásfoglalását a törvényi feltételek fennállásáról. Az Országos Választási Bizottság számára Mujic Mihály 2006. február 3-án nyújtotta be a Bunyevác népi kezdeményezés aláírásgyűjtő ívét hitelesítés céljából. Az OVB hitelesítette, majd megállapította, hogy az aláírások száma eléri a törvényben előírt mennyiséget, az OVB az akadémia álláspontját kérte, mely állásfoglalás kijelentette, hogy a Bunyevác közösség nem felel meg mindenben a törvényben előírt feltételeknek. A kezdeményezést 2006. december 12-én az országgyűlés elvetette. Tisztelt országgyűlés! 2010. január 11-én Mujic Mihály ismételten benyújtotta az Országos Népi Kezdeményezés aláírásgyűjtő évet hitelesítés céljából az OVB-nek. Majd az OVB ismételten az akadémia állásfoglalását kérte, és jelentem, hogy a tudomány álláspontja az elmúlt 4 év alatt Bunyevác kérdésben nem változott. Az említett nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól szóló törvény értelmében nemzeti és etnikai kisebbség minden olyan a magyar köztársaság területén legalább 1 évszázada honos népcsoport, amely az állam lakossága körében számszerű kisebbségen van, tagjai magyar állampolgárok, és a lakosság többi részéről saját nyelve és kultúrája, hagyományai különböztetik meg, egyben olyan összetartozás tudatról tesz bizonyságot, amely mindezek megőrzésére, történelemileg kialakult közösségeik érdekének kifejezésére és védelmére irányul. A Magyar Tudományos Akadémia első állásfoglalásával megegyezően megállapította, hogy a Magyarországon élő Bunyevác közösség nem felel meg mindenben a kisebbségi törvényben előírt azon feltételeknek, mely szerint a népcsoport összetartozás tudatáról tesz bizonyságot, mely mindezek megerősítésére, történelmileg kialakult közösségeik érdekeinek kifejezésére és véleményére irányul, az jogszabályban előírt saját nyelv a hiányzó feltételek egyike. Az előbb elhangzottakon túlmenően kijelenthető, hogy a bunyevácok eddig saját magukat is leginkább a horvát kisebbséghez tartozó csoportként határozták meg. Meggyőződésem, hogy a horvát kisebbség aprózódása nem szolgálná érdekképviseletük hatékonyságát, és önkormányzati feladataik ellátását sem javítaná. Úgy vélem, hogy a horvát bunyevác összefogással az ügyük sokkal inkább előbbre vihető. Az Emberi Jogi Bizottság tiszteletben tartja a tudomány álláspontját,
és erre kérem képviselőtársaimat is. Köszönöm megtisztelő figyelmet. Köszönöm, képviselő úr. Megkérdezem a kormány nevében, kíván-e valaki fel? Igen, megadom a szót Szászfalvi államtitkár úrnak. Öné a szó, államtitkár úr. Köszönöm a szót, tisztelt elnök úr, tisztelt országgyűlés. A nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól szóló 1993. évi 77. törvény 2005. november 25-i hatállyal módosított 61. paragrafus második bekezdése értelmében, ha az idézett törvény 61. paragrafus idézem első bekezdésben felsoroltakon kívül további kisebbség kíván bizonyságot tenni arról, hogy megfelel az e törvényben foglalt feltételeknek, legalább 1000 magát e kisebbséghez tartozó választópolgár e tárgykörben a népi kezdeményezésre vonatkozó aláírásgyűjtő íveket az Országos Választási Bizottság elnökének nyújtja be. Az eljárás során az országos népszavazásra és népi kezdeményezésre vonatkozó törvény rendelkezéseit kell alkalmazni azzal, hogy az Országos Választási Bizottság az eljárása során köteles kikérni a Magyar Tudományos Akadémia elnökének állásfoglalását a törvényi feltételek fennállásáról. Idézet bezárva. A Magyarországon élő bunyevácok önálló nemzeti kisebbségként való elismerését célzó kezdeményezésre első alkalommal 2006 elején került sor egy választópolgár által előterjesztett a magyarországi bunyevác kisebbség nemzeti és etnikai kisebbségként történő elismerésére irányuló népi kezdeményezés tárgyában az Országos Választási Bizottság az országos népszavazásról és népi kezdeményezésről szóló 1998 évi harmadik törvény által előírt eljárás lefolytatta, majd ennek eredményéről 2006. szeptember 11-én kelt levelében tájékoztatta az országgyűlés elnökét. Az eljárás részeként megkérték a Magyar Tudományos Akadémia véleményét is. Dr. Viziel Szilveszter, a MTA akkori elnöke, az MTA Etnikai Nemzeti Kisebbség Kutató Intézetének keretében lefolytatott szakmai vitát követően állásfoglalásában leszögezte. Idézem. A Magyarországon élő bunyevác közösség nem felel meg mindenben a nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól szóló 1993. évi 77-es törvény első paragrafus második bekezdésében előírt feltételeknek. A bunyevác népcsoport egyike a magyarországi horvát nemzeti kisebbséget alkotó több egymástól regionálisan is elkülönülő népcsoportnak. Sem a népcsoport történeti nyelvi különfejlődése, sem pedig a mai nyelvi helyzete nem indokolja a bunyevác csoport önálló kisebbségi közösségként való elismerését. Idézet bezárva. A kormány az akadémia véleménye alapján megegyező álláspontot fogadott el, és azt továbbította az országgyűlés részére. Az országgyűlés 2006. december 18-án megtartott ülésén a kezdeményezést 334 nem, 7 tartózkodás és 18 igen szavazat mellett elutasította. Tisztelt országgyűlés! 2009-ben ugyanaz a magánszemély ismételten kezdeményezte a bunyevácok önálló kisebbségi elismerését. Beadványára az Országos Választási Bizottság 2010. január 11-én megtartott ülésén hitelesítette az aláírásgyűjtő ív mintapéldányát. Az Országos Választási Bizottság 2011. január 12-én megtartott ülésén tárgyalt ismételten a bunyevácok önálló nemzeti kisebbségként való elismerését célzó kezdeményezésről, és határozatával megállapította, hogy az országos népi kezdeményezés támogatására összegyűjtött érvényes aláírások száma meghaladja a nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól szóló 1993. évi 77. törvény 61. paragrafus második bekezdésében foglalt az országos népi kezdeményezés érvényességéhez meghatározott számot. A határozat jogerőre emelkedését követően az Országos Választási Bizottság az aláírások ellenőrzésének eredményéről tájékoztatta az országgyűlés elnökét. Időközben a nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól szóló 1993. évi 77. törvény 61. paragrafus második bekezdése értelmében
az Országos Választási Bizottság ismételten megkérte a Magyar Tudományos Akadémia elnökének állásfoglalását a bunyevácok önálló kisebbségként való elismerésével kapcsolatos törvényi feltételek fennállásáról. Pálinkás József, az MTA elnöke a jelenlegi eljárás keretében is állásfoglalást adott ki a bunyevácok önálló kisebbségként való elismeréséről, és azt megküldte dr. Bordás Vilmosnak, az Országos Választási Bizottság elnökének. A kiadott állásfoglalást az MTA Etnikai Nemzeti Kisebbségkutató Intézetének bevonásával a kisebbségként történő meghatározáshoz szükséges törvényi feltételek meglétének ellenőrzésére alapozták. A lefolytatott eljárás alapján az MTA elnöke leszögezi, idézem. Egyetértve az MTA elnökének 2006. április 11-i az ügyben született első állásfoglalásával megállapítható, hogy a Magyarországon élő bunyevác közösség nem felel meg mindenben a nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól szóló 1993. évi 77. törvény első paragrafus második bekezdésében előírt azon feltételnek, amely szerint a csoport olyan összetartozás tudatról tesz bizonyságot, amely mindezek, tudnélik a jogszabályban felsorolt egyéb feltételek megőrzésére, történelmileg kialakult közösségeik érdekeinek kifejezésére és védelmére irányul, a jogszabályban kifejezetten előírt saját nyelv a hiányzó feltételek egyike. A magyarországi bunyevác közösségnek a kisebbségi törvényben való nevesítése nem járulna hozzá érdekeiknek a kisebbségi önkormányzatok rendszerében való hatékonyabb érvényesítéséhez. Tisztelt Országgyűlés, a kormány megtárgyalta a bunyevácok önálló nemzeti és etnikai kisebbségként való elismeréséről szóló előterjesztést, és úgy döntött, hogy egyetértve a Magyar Tudományos Akadémia elnökének álláspontjával, a bunyevác közösséget a magyarországi horvátok történeti, néprajzi és nyelvjárási csoportjának tekinti, és figyelembe véve a népi kezdeményezésről szóló OVB határozatot, nem támogatja a bunyevácok önálló kisebbségként történő elismerését. Az OVB határozatát követően az aláírásgyűjtés kezdeményezője levélben kereste meg a miniszterelnök urat, aki válaszában jelezte, a kormány megvitatta a bunyevác kezdeményezést, az MTA vélemények ismeretében megfogalmazta javaslatát az Országgyűlés felé, amelyben azt rögzíti, hogy a kormány egyetértve az MTA szakmai véleményével a magyarországi horvátok közösségébe tartozóknak tekinti a hazánkban élő bunyevácokat. A kezdeményezésről való érdemi döntés meghozatala a tisztelt Országgyűlés hatáskörébe tartozik. Kérem a tisztelt Országgyűlést, hogy a kormány álláspontját elfogadva ne támogassa a bunyevácok önálló kisebbségként történő elismerését. Köszönöm figyelmüket! Köszönöm, államtitkár úr! Tisztelt Országgyűlés! Megadom a szót Szávai István képviselőnek, a Jobbik képviselőcsoportjából, aki előre jelezte felszólási szándékát. Öné a szó. Köszönöm a szót, tisztelt elnök úr, államtitkár úr, tisztelt képviselőtársaim. A kérdésnek a bonyolultság azt hiszem az első látása is mindannyiunk számára világos. Itt komoly érvek hangzottak el, mind a bizottság előadója, mind államtitkár úr részéről arra vonatkozóan, hogy a hazai bunyevácokat miért ne tekintsük önálló népcsoportként, illetve hogy a parlament miért ne fogadja el az ő kezdeményezésüket. Hallhatunk komoly történeti szakmai érveket, az MTA-nak a véleményét. Egyetlen dolgot azonban nem hallhattunk, nem is tudom, hogy erre lett volna, van-e lehetőség méghozzá az érintetteknek a véleményét, csupán úgy elolvashattuk az ő beadványukat. És mielőtt azért az álláspontunkat ezzel a kérdéssel kapcsolatban ismertetném, azért engedjék meg, hogy ezt a vitát néhány adalékkal azért árnyaljam. Azt mondta államtitkár úr, hogy az MTA a horvátok közösségébe tartozónak vallja a bunyevácokat. Itt azonban felmerül egy érdekes kérdés méghozzá azt, hogy maguk a bunyevácok, azok, akik ezt a kezdeményezést elindították, illetve azok, akik ezt az aláírás gyűjtést támogatták és aláírták, ő maguk nem vagy nem föltétlenül tartják ebbe a közösségbe tartozónak magukat. Tehát szeretném ezzel kapcsolatban elmondani, hogy az elmúlt századokban
koronként és országonként is változott, akár ennek a népcsoportnak a besorolása és a megítélése, de más népcsoportoknak a besorolása és megítélése is koronként és korszakonként változott.